II. Erzsébet királynő halálával fia III. Károly a korábbi Velszi herceg Nagy-Britannia királya. A 73 éves uralkodó a leghosszabb ideig trón örökösként szolgált személy az angol történelemben, de sok más érdekességet is említhetünk alakjával és életével kapcsolatban. Erről is beszélgetünk a következő órában a hétvégén esedékes koronázás kapcsán. Vendégem a stúdióban Senuna Nora, újságíró, tévészerkesztő, a Royal Storyk és Királyi Krónikák blog -szer sok szeretettel köszöntelek, szervusz. Szervusz. Hát nem volt véletlen a zeneválasztás, és majd a következő zeneválasztás sem lesz véletlen, hiszen ők föllépnek majd a nagy-nagy koncerten, ami a koronázáshoz kapcsolódik, de hát ez majd csak a második része lesz a beszélgetésünknek. Izgulsz, mert te holnap utazol, ha egy személyes kérdés indíthatunk. <laughs> igen, igen, eléggé izgulok, főleg, hogy biztos nagyon sokan lesznek most Londonban, sokkal többen, mint a tavalyi platina jubileumon, és, és hát remélem, hogy jó hely helyre tudok állni, hogy, hogy szép képeket tudjak csinálni. Akkor a és blogon majd erről olvashatunk, a Képekkel a Egyetemmel láthatjuk igen. is majd az eseményeket. De hát megpróbáljuk a következő órában mi összeszedni azokat az információkat, amiket már tudunk. Szerinted tudjuk az összeset? Nem. Nem, nem. még lesznek meglepetések, Abszolút. meg is további részletek. Na de kicsit tágabb. Ról induljunk. Egy nyolc működő monarchia van jelen pillanatban Európában. Innen Közép-Európából nézve megítélni, hogy milyen a társadalmi szerepük nagyon nehéz. Egyet tudunk, hogy igazán politikai szerepük nincs. Valóban ezt jól tudjuk. -e? Vagy azért vannak olyan országok, ahol bele, -bele szólhat a király. Hát Spanyolország egy olyan kérdéses pont nekem. Szeretném, ha kitérné rá, hogy oké ok, az információm vagy a sejtéseim el téma kapcsán. És hát beszéljünk arról, hogy mennyire népszerűek és hogyha népszerűek, akkor mi a népszerűségük oka? Hát jól mondtad, igazából ugye tíz monarhia van még Európában, ebből mondjuk kettőt vegyünk le, mert az egyik a Vatikán a másik Igen. Andorra, úgyhogy nem jelentősek ilyen szempontból. A többi pedig valóban alkotmányos monarchiaként működik. És az egyetlen ami ne, nem is Spanyolország, bár ott is volt olyan, hogy a király megpróbált beleszólni egy politikai döntésbe, és azonnal olyan pushback kapott a parlament részéről, a képviselők részéről, hogy azóta nem is teszi. Uh -huh. Ilyet. Viszont Liechtensteinben ez, ez teljesen egyértelműen politikai befolyást is gyakorolnak, rendeletek révén, illetve különböző módszerek révén. Viszont az összes többi országban hasonló a, a brit monarchiához ez az egyensúly, hogy voltak éppen befolyásuk van, de politikai, valódi politikai hatalmuk nincs, bár van, akik még ezt is vitatják, mert azért az Egyesült Királyságban is van egy olyan intézmény, hogy előzetes, egyes törvényekhez ugye előzetes hozzájárulás szükséges, és azért ezt a múltban még második erzsébet is néha a királyház ház javára használta föl, mint az utóbb kiderült. Természetesen ezt megpróbálták titkolni. Üm, viszont valójában azt kérdezted még, hogy ugye népszerűségnek mi a titka. De akkor ezek hát, szerint nagyon népszerűek. Hát azért nem mindig, mert azért a spanyol monarchia fényét az meg, meg to, tompította például a János Károly botrányai. Bocsánat, valamit akartam? Mondani? Pont ezzel kapcsolatosan akartam én is említeni, nem a spanyolokat, hanem az egyik skandináv királyi családot, ahol szintén úgymond karcsúsításra kerül sor, ami azt jelzi, hogy valamiért csak támadják őket, valami sérelem csak éri őket. Tehát, hogyha meghoz egy uralkodó egy ilyen döntést, hogy Elveszem a saját másodszülött fiamtól, illetve a leszármazottaitól a hercegi címet azért az utal arra, hogy valamiért meg akarok felelni a népnek. Igen, abszolút, bár mondjuk pont a Dán uh, uralkodó Igen. második Margit, ő rendkívül népszerű, népszerű. ő, ő uh -huh. vetekedett második Erzsébet népszerűségével, tehát ezt egyébként, ez, ez ezzel kapcsolatban elég ellentmondásos információk uh -huh. vannak, hogy erre most miért volt uh, szükség. Itt inkább azt sejtik, hogy ott is a, a két testvér, tehát a, ugye két fia van a második Margitnak, a, a Frigyes, Koronaherceg és a Joachim Herceg, és köztük van egy konfliktus, és emiatt uh, ez egy ilyen... Uh, jelzés volt gyakorlatilag a trónörökös felé, hogy ő a fontosabb. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag szinte ugyanaz zajlik, mint az Egyesült Királyságban, csak éppen nem hallunk róluk annyit, és, és itt ez nem annyira fontos, mint Harryék torzsalkodása. Spanyolországot hoztat szóba, gondolom arra gondolsz, hogy Fülöpet megelőzően ugye az édesapja több botrányba került, és emiatt a népszerűségük hatalmasat esett, de mi a helyzet a mostani királlyal? Úgy tűnik, hogy nagyon szeretik a családját, nagyon szeretik a két fiatal hercegnőt. Igen, abszolút hatodik fülöp sokkal-sokkal népszerűbb, mint az édesapja volt. Nagyon szeretik, így van, a királynét is. Tehát ők egy ilyen tökéletes családképét ö, mutatják gyakorlatilag. A, a, botrányok azok sosem velük vannak, hanem mindig a nagynényével, az édesapjával. Szóval ő, ő, ő ugye le is mondott János Károly ennek Igen. következményeképpen, és el is költözött Spanyolországból. Ki is javította, ugye azt mondtam, hogy királynő, és valóban királynő, és hát hozzá kell szoknunk, mert hogy lesz egy királyné majd Nagy-Britanniában is, és akkor térjünk is v, ö, vissza a Szigetországba, harmadik Károlyhoz. Erzsébet uralkodásának hosszát fia biztosan nem fogja túlszárnyalni, hát ez egyértelmű. Az új brit király bár jelenleg is számos esetben szakított a királyi család hagyományaival, amely olykor nem kis botrányt okozott, ez kapcsolódik is az első kérdéshez, ha jól tudom, azért ő írogatott leveleket képviselőknek bizonyos Igen. döntések kapcsán, amit szintén ugye számon kértek. De mielőtt erről is beszélnénk, egy picit arról, hogy ki is valójában harmadik károly. Tehát a gyerekkortól induljunk el, és amiről most már olyan kevés szó esik, mutassuk be azt a szemét, aki, akinek május 6-án korona kerül örülök ennek a kérdésnek, mert szerintem nagyon sokan, sokak fejében még egy olyan kép él, hogy harmadik Károly, illetve egy Károly hercegő, valahogy csak onnan ismerik, hogy milyen kegyetlenül bánt annó a hercegnővel. Pontosan, vál, igen. És sokan emiatt teljesen el is messzelték őt egy életre, és igaz is, hogy abban a házasságban ő valóban, hát boldogtalan emberként. Mind a két fél. Ö, igen, mind a két félnek voltak hibái, és valóban Károly sem kezelte normálisan azt a helyzetet, érzéket nem volt Dejánával, de hát ugye az, hogy a másik oldal mi volt, az már más kérdés. Ö, viszont én azt látom, a, amit én tudok az ő életéről, hogy igazából ő egy rendkívül Furcsa módon itt a Vinzorház berkein belül, ahol általában ez a no-nonsense hozzáállás a jellemző, tehát ez a menjünk, csináljuk, ne panaszkodjunk ö, ö, attitűd jellemzi, mint ahogy láthatjuk mondjuk Anna Hercegnőt, aki az ő huga, vagy a többieket. Károly egy ilyen rendkívül érzékeny művészetek iránt érdeklődő, nem annyira ebbe a kemény katonás vonalba beleillő ö, személyiségű ember. És például most kijött egy új dokumentumfilm a BBC-n, sajnos csak részt részleteket láttam uh -huh. még belőle, mert itt, itthonról nem lehet megnézni, de majd holnap az lesz az első dolgom, amint leérkezem Londonba. Szóval ott is azt mutatják, hogy vannak felvételek róla, amint, amint próbálta, tehát nagyon sokszor magára hagyták Károlyt már négy éves korában, amikor, ugye ő négy éves volt, amikor második Erzsébet tett megkoronázták, három éves volt, amikor trónra lépett, és onnantól Erzsébetnek rengeteg dolga volt, rengeteg felé utazott a világba hónapokra egyedül hagyta a gyerekeit, és ezt Károly ö, Tehát például pont van róla egy videó, amint ott, ö, ott kesereg az édesanyja után, és próbálja telefonon fölhívni. Tehát azért ez biztos vagyok benne, hogy óriási hatással volt egy traumatikus Élmény volt neki. Őt inkább az anya királyné, ugye második Erzsébet édesanyja nevelte föl, ő volt vele került közelebbi viszonyba. Vannak olyan felvételek is, hogy megérkezik második Erzsébet egy hosszú útról, és kezet fog a saját fiacskájával, aki még egy egészen, tehát éppen csak, hogy járni tud. Szóval ezek is olyan, de ezt, ezt, ezt mondták is, mindenki tudta is Erzsébetről, hogy hát nem az a, az a hogy mondjam, ő egy ilyen távoli édesanyja volt, tehát ő nem tudott úgy úgy, uh -huh. úgy viszonyulni a saját gyermekeihez, más jó tulajdonságai voltak. És akkor Károly ö, elég korán, ugye őt nem otthon nevelték, mint a, a addig minden trónörököst a történelemben hanem beadták egy bentlakásos intézménybe már ö, 8 éves korától. Ez a Hill House ö, nevezetű hely volt, utána pedig egy skóciai bentlakásos intézménybe. A Hill House-ban ott még jól érezte magát. Szerintem egyébként nagyon sok minden az ő, amit most látunk tőle, az onnan származik, mert ez egy olyan iskola volt, ahol ahol igyekeztek sok nemzetiségű, tehát több nemzetiségű gyerekeket így együtt nevelni, ö, több vallású, tehát ez nem egy ilyen tipikus, csak fehér felső osztálybeli fiúknak, szóló iskola volt, mint az Eton, hanem ott, ott mindenkivel keveredhetett Károly, és szerintem nagyon sok minden, amit most látunk tőle, az onnan származik. A Gordon ami Skóciában volt, azt már egyenesen állítólag gyűlölte. az egy nagyon rigorózus iskola volt, ott nagyon nagy hangsúlyt helyeztek ugye a testnevelésre, és ott nem kifejezetten érezte magát jól Károly. Utána pedig ugye Cambridge-ben tanult, meg katonáskodott, és akkor innentől, amikor ugye beavatták, tehát Velszi hercegnek a föl, vagy veszélyhercegi koronáztak, mert azt is koronával látták 1969-ben, onnan indult el az ő közéleti szereplése. Ugye a katonaságnál is azért voltak kisebb-nagyobb bugdácsolásai, de például a lovaspólóban kitüntette magát, abban, abban kifejezetten jó volt. És um, amit én nagyon fontosnak tartok Károly a kapcsolatban, hogy, hogy ő azért volt egy víziója ugye, a környezetvédelemről már így a 70-es években, ő organikus egy farmot hozott, volt. abszolút úttörő volt, és amiért akkor még bogarasnak tartották, Igen. az ma, ma már ez abszolút mainstream, illetve amit én nagyon fontosnak tartok, az a Princess Trust nevezetű alapítvány, amit ő létrehozott, és és nagyon érdekes, hogy a királyi családban akkor még csak ilyen nagyon biztonságos, jótékonysági szervezeteket, meg ügyeket karoltak föl, tehát hogy gyerekek, rákos gyerekek, idős emberek, állatok, és Károly volt az első, aki egy olyan témához nyúlt, ami hát nem volt túl öm, népszerű, hogy, hogy az etnikai hátterű és teljesen hátrányos helyzetű fiatalok ügyét olyan gettókba elment Londonba, hova más be nem tette volna a lábát, főleg nem a királyi családtagjaként, és nagyon szerették is őt ezért, és több millió, több százezer fiatalnak segített az életében elindulni. Úgyhogy szerintem ez egy csodálatos kezdeményezés, és nagyon kevesen tudnak róla. Úgyhogy én úgy látom, hogy Károly egy ilyen érzéke, szociálisan érzékeny ö, ember is, és akkor utána jön szerintem az az időszak, amit már így mindenki nagyjából követett a Diana-val való házassága. És nagyon őszintén Zárovi még szinte ez csak ezzel foglalkozik. Igen, 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 sajnos, és, és nagyon meg is maradt ez az emberekbe, mm. illetve Ugye utána, miután Diana meghalt tragikus körülmények között, ő azért nagyon sokat foglalkozott a fiúkkal. Mm. Ö, nagyon sokszor ö, fotózták őket hármasban, amit tudott ő apaként ö, megtett. Szóval azért én azt gondolom, hogy hogy ő egy nagyon félreismert figura, Károly. És ő valóban nagyon-nagyon művelt. Azért kérdezem ezt... Hát ez nagyon fura kérdés szerintem egy királya kapcsolatosan, de te majd megerősítesz benne, hogy, hogy kiemelted, hogy ő volt az első, aki a középiskoláit nem otthon, tehát a tanulmányait nem otthon saját nevelő által tanul, folytatta, hanem ugye elment egy bentlakásos iskolába, kemmicsen tanult, és azt nem emeltet ki, de el kell mondanunk, hogy ő volt az első, aki diplomát szerzett. Igen, igazad van, ez, ezt tényleg nem említettem, átugrottam azt a részt. Nem, hogy nem, nem, ő... csak pont ezért kérdezem, hogy, hogy hogy ugye hát tudjuk, hogy herésít a tanul, de azt is tudjuk, hogy milyen eredménnyel. Tehát azért biztos, hogy ők könnyebben bejutnak a világ legelőkelőbb iskoláiban, de elvégezni azért nekik is ugyanolyan feladat, mint az, aki mondjuk nem király Persze. és saly. Tehát egy picit Persze. erre térjünk ki, mert erről sem nagyon beszélünk, hogy ő egy rettentően művelt és okos ember. Hát ő abszolút, és ez ugye szerintem a, a választásaiban is látszik, meg ő nagyon szereti a szimbólumokat, a visszautalásokat, a, a, a történelmi tárgyakkal veszi magát körbe, és például ez az egyik nagy különbség volt Diana, és ő között, hogy Diana abszolút egy ilyen city girl volt, aki szeretett vásárolgatni, és szerette a modern zenét, Károly pedig a klasszikusokat uh -huh. hallgatta, és, és olyan ajándékokat adott mindig Diana-nak is, hogy Például az ő ősi családi ö, palotájának a története, és Dájánát ezek egyáltalán nem érdekelték. Ö, úgyhogy igen, Károly régészetet és antropológiát tanult, egyébként nagyon érdekelt a színészet is, illetve a nyelvek, valamint a vallások, tehát uh -huh. nagyon beleásta magát a teológiai kérdésekbe is, és ö, az látszik is, hogy nagyon jó kapcsolatokat ápol a vallási közösségekkel. Sőt, annyira, hogy ő szeretett volna valamit, ami nem teljesül a koronázás kapcsán, igen. de szerintem erre majd kitérünk. Nem akarok én itt bontszolgatni magán jellegű történeteket, de rá kell, hogy kérdezem, tehát a Camilla, akkor ezek szerint teljes partner számára, tehát nagyon sokan ugye kígyóbékát kiabálnak a hölgyre. De hát szerintem, ha az ember hátralép hármat, akkor látja, hogy micsoda különbség van a két hölgy között, van diana annak is előnye, pozitívuma is természetesen Kamillának, de akkor Kamilla ezek szerint partner volt számára, vagy partner jelenleg számára, jobban, mint az előző felesége. Hát abszolút jobban illenek egymáshoz. Egy igen. Hát igen, olyan szempontból is, illetve hát Camilla tud visszahúzódni a háttérbe. Mm -hmm. És Károly, mint ahogy tényleg majdnem minden férfi a Windsor házban, nagyon indulatos természetű, csak ezt, ezt a mostani felvételeken, így, hogy sokkal nagyobb reflektorfény szegeződik rá, azért néha lá, ki kitör. Ki Tehát látszódott ott, amikor aláírták a proklamációt, még tavaly szeptemberben, akkor is ö, indulatos. Ne folytatóllam, valami... és, és igen. erre nagyon rosszul reagált. Én egyébként, hogy fogalmazok, de akkor kedveltem, vagy akkor lendült át a másik oldalra a megítélésem Kamila felé, vagy Kamila szempontjából, amikor láttam, hogy hogy reagál. Tehát így reagál egy partner, ahogy ő. Tehát, Igen, hogy... abszolút, hogy egy ilyen higgasztó hatással van Károlyra, és ezt, ezt nem csak én mondom, hanem nagyon sok királyi szakértő, akik figyelik őket évtizedek óta, ezt mondják, hogy amikor Károly esetleg ezt ez a rossz, rossz, vagy hát ez a temperamentum temperamentuma kijönne, akkor Kamila mindig mond neki néhány nyugtató szót, és akkor így lenyugszanak a kedélyek. Diana pedig inkább sajnos ugye nem a jó oldalát hozta ki Károlynak, vagy lehet, hogy ez most így igazságtalanul hangzik, mert Károly meg nem a jó oldalt hoztak idejánának, ha úgy Nem veszük, ők. De nem egyszerűen, igen. Plusz hát Károlynak ugye az se tetszett, hogy ő volt a trónörökös, tehát neki kellett volna, hogy a, a reflektorfénybe lennie, és Dianát mindenki sokkal jobban szerette, és, és előfordult olyan Ausztráliában, hogy amikor ő ment oda az út egyik oldalára, akkor emberek ilyeneket mondtak neki, hogy, hogy hát Dianát szeretnék látni, és hát ez azért nagyon a belegáz belegázolt. És Kamilla nem, ő, ő háttérbe húzódik, és Hagyja érvényesülni a királyt. Úgyhogy. Ha senki nem tud, vagy ha valaki nem tud semmit, ugye a királyi családosok bennünket hallgat, akkor azt mondja, hogy, hú, hát itt egy nagyon különleges emberről van szó. Hát, Viszont Nagy-Britanniában nem így gondolják. Most a közvéleménykutatásra gondolok, amely az elmúlt héten jelent meg, és a népszerűség kapcsán olvashattuk, hogy egy héttel Károly király koronázás előtt soha nem volt ilyen alacsony a brit monarchia támogatottsága. Adatok jönnek. A britek 45%-a gondolja a monarchiáról, vagy meg kéne szüntetni, vagy nem fontos, vagy egyáltalán nem jelentős. A monarchiát nagyon fontosnak tartó britek száma egy év alatt 38%-ról 29%-ra Esett. Hát milyennek látják ők a brittek? Olyannak, aki képes lesz édesanyja nyomdokaiba lépni? Az adatok alapján nem? Igen, lehet, hogy az adatok alapján nem, de közben én ezt azért érzem nagyon igazságtalannak, mert egyszerűen ez olyan tényleg, mint az almát a körtéhez hasonlítani, tehát egy 70 éve lépett róla, vagyis 70 éve koronázták meg második Erzsébetet. Hát ez alatt a 70 év alatt olyan drámaian változott a világa, hogy talán az elmúlt évszázadokban, vagy hát ez egész Igen. biztosan. Tehát kezdődik ott, hogy illetve Erzsébet korában még létezett ez a feltétlen tisztelet az uralkodóház iránt, még egyben volt a gyarmatbirodalom, pont tegnap gondoltam erre, hogy ő 53-ban koronáztak, és 56-ban kezdtek a gyarmatok elszakadni, tehát Egyiptom, Szudán, az afrikai gyarmatok. Tehát nem lehet a két helyzetet, a két kort ilyen szinten, hogy, hogy akkor második Erzsébet jó volt, Károly meg rossz, és én ezt éppen ezért, tehát természetes valahol, hogy erodálódott a monarchia népszerűsége, illetve az, hogy ugye rengeteg botrány volt azóta, tehát hogy Igen. megszámolhatatlan botrány tépázta meg a király, királyház tekintéjét, és én azt gondolom, hogy én, én személy szerint azt gondolom, hogy hogy második Erzsébet lehet, hogy ahhoz a korhoz illett, de Károly meg ehhez a korhoz illik jobban egyébként. Lesz ennek kifutása? Most gondolok arra, ugye, hogy mindig, ha Újításról van szó, akkor az újítás kapcsán az emberek többsége fél, nehezen fogadja el, újdonságoktól megrémül, és azért károly, teljesen, nem jussz, hogy teljesen, nem szó, hogy teljesen másnak, a sok mindent másképp képzel el, mint az édesanyja. Tehát be fog ez érni? Hogy látod? Hát én, én úgy látom, hogy az egy nagyon pozitív dolog, hogy sokkal gyorsabban reagál most már a palota uh -huh. dolgokra. Az, az bevallom őszintén, ez, ez, ezért lehet, hogy páron megköveznek, de én nagyon-nagyon lassúnak ér éreztem a palota reagálását második erzsébet idejében, különösen az utóbbi években, ami talán annyiból nem igazságos, hogy, hogy azért mégiscsak egy rendkívül idős uralkodóról volt szó, aki nyilván nem volt olyan kapcsolatban már a, a, a mindennapokkal, ahogy egy nála húsz évvel fiatalabb ember akár kapcsolatban tud lenni, lehet, hogy elfáradt, beteg is volt, viszont Károlyról azt, én azt vettem észre, amióta ő, ő van uralmon és letelt a gyászid, Szak, hogy például, ha bármiféle botrány van a királyi ház körül, akkor azt nagyon gyorsan lereagálják le a tisztségviselők. Volt egy néhány hete, az egyik brit napilap nyilvánosságra hozta, hogy, hogy milyen kapcsolat van a rabszolgatartás és a királyi igen, ház között. Igen, igen. És a palota nem várt sokáig, hanem azonnal adott engedélyt kutatóknak arra, hogy a királyi archívumban kutassanak. És én szerintem ez abszolút pozitív, mert a mai korban erre van szükség, nem arra van szükség, hogy söpörjük szőnyeg alá, ne reagáljunk, aztán majd elfejtik, senki nem felejtesse. Ez semmit. volt a mottojuk igen, eddig, hogy igen, de ne panaszkodj, ne magyarázkodj. Ne panaszkodj, ne ez ma már nem működik, mert a social média korábban az internet nem felejt, még a legutolsó blogger is ki tud olyan dolgokat, amelyik kor korábban teljesen elképzelhetetlen volt. És én ezért azt gondolom, hogy Károly ilyen szempontból ő, jelenleg jobbat fog tenni ezzel a gyors reagálásával, illetve ő nagyon, tehát egyrészt szerintem, szerintem jobban érzi az idők szelét. Tehát például amikor András herceg botrányai ismerté váltak, vagy a, már az ő idejében szintén volt András Hercege kapcsolatosan cikkezés, akkor hirtelen jött egy info, hogy a szélfarmjai éves jövedelmét fölajánlja az államkasszának. Mm tehát hogy valamilyen szinten próbálja kompenzálni ezeket a ballépéseket, illetve az ö, nagyon inkluzív ö, megközelítés jellemző Károlyra, tehát például az, hogy a próbálta bevonni itt a különböző vallások képviselőt a szertartásba, ugye, amit az imént mondtam, hogy, a, hogy az etnikai hátterű emberekkel kapcsolatos hozzáállása is ismert, és azért most már... De ez megbukott, most a picit előre megyünk, Igen. mert ö, majd az óra második részében természetesen átbeszéljük majd, hogy mi minden lesz az, az előttünk álló három nap de, hogyha már szóba uh -huh. hoztam én is, meg te is, most elősítettek hogy gyorsan mondjuk el, hogy volt Jó. károlynak egy ilyen jellegű kérdé kérése, igen. viszont ezt lesöpörték az asztalról. Ezt, ezt lesöpörték, és ebben valamilyen szinten nyilván igazuk is volt, mert ez egy anglikán szertartás, uh -huh. ami, vagyis ezer éve változatlan keresztény szertartás, tehát nyilván nem lehet ebbe másokat bevonni, de önmagába véve ez a megközelítés, hogy egy király kijelent, hogy ő nem csak a hit akar lenni, hanem minden hitvédelmezője, védelmezője, szerintem ez Ennek egy nagyon pozitív, igen. És még azt is nem. Látom, hogy sokkal kreatívabban kommunikálnak a, a királyi család ő, közösségi média oldalai, lazábban öltözködnek egy kicsit, ölelkeznek emberekkel, szelfiznek, Katalinon néha megjelenik egy vörös körömlak, szóval egy picit lazítanak. Felrobbant a sajtó húsvétkor, és sok azt emelték ki, hogy pirosa volt festve a körmá. Igen, szóval egy kicsit, kicsit közelebb próbálnak lépni uh -huh. az emberekhez, ami én nagyon, én nagyon tiszteltem és szerettem második Erzsébetet, de ő, Azért, azért nyilván nem, nem ártanak ezek az újítások. Most biztos, már. nem lehet, hogy elveszíti mm. a varást. Én nem hiszem, hogy, hogy ilyen tehát hogy, Önmagában attól, hogy úgy kommunikálnak, hogy azzal, azzal jobban fölkeltik az emberek érdeklődését, én nem, én nem látok ebben uh -huh. semmi, semmi rosszat. A varázs az, az pedig az által marad meg ö, ö, szerintem, hogy hogy ők egy állandó pontjai a közéletnek, és hogyha úgy viselkednek. Tehát inkább a viselkedés az a számít. El is érkeztünk május 6-ához, ugye az egyik legjelentősebb naphoz az évben. Ekkor koronázzák majd meg harmadik Károlyt. Adódik a kérdés, hogy miért van ennyi idő a trónra lépés és a ceremónia között. Ugye ő abban a pillanatban, amikor elhunyt az édesanyja, a következő másodpercben királyjá vált. Viszont csak május 6-án fog a korona fejére kerülni. Igen, ez, ez sokak számára a kérdés, ez igazából nagyon praktikus okai vannak. Ennek egyrészt le kell telni a gyászidőszaknak, uh -huh. ami ugye szigorúan véve egy hónap, de igazából azért uh, nyilván egy két-három hónapig is elhúzódik, ez időszak alatt nem is nagyon cserélték le az új király monogramjait, stb. Illetve hát a, király, a, a koronázásig um, tehát sok idő és energia megszervezni egy koronázást. Uh -huh. Ezen kívül ugye Hagyomány Angliában egy ideje már az, hogy a májusi-júniusi időszakra teszik a nagy állami ünnepeket tekintettel erre a borzalmas időjárásra, ami általában ott van. Egyébként ez még nem is volt egy olyan kiemelkedően hosszú idő, mert például Erzsébet királynő édesapja 1952. február elején hunyt el, és ő 1953. június másodikán koronázták meg, pont emiatt, mert akkor már szűkös lett volna az idő az akkori nyárig, és ezért még egy évet vártak. Szóval igazából ez nem annyira hosszú időszak. Tudjuk, hogy május 6 a ennyit tudunk, ugye, de akkor egy picit arról, hogy hol lesz harmadik Károly koronázása, a dátumon belül mikor, tehát hány óra, és hogyan zajlik majd a szertartás. Hát a Westminster Apátságban lesz, ami, ami egy, egy, egy csodálatos templom. Ugye eredetileg még katolikus imahelyként épült, aztán ugye a reformáció ideje alatt 8. Henrik föloszlatta az ott élő szerzetes rendet és anglikán templomá vált, viszont közvetlenül ugye királyi, ez az egyetlen templom Angliában, az Egyesült Királyságban, amely közvetlen a király fennhatósága alá tartozik. És szerintem azért csodálatos, mert oda nagyon sokféle embert temettek, tehát ott ö, több tucat király és királynő van eltemetve, olyan életükben ellenfeleket egymás mellé temettek közvetlenül, mint mondjuk első véres Mária és, és első Erzsébet, akik ugye féltestvérek voltak, de egész életükben visszájkodtak. Egy ideig még Kromvel is ott feküdt, aki ugye lefejeztette első Károlyt, aztán azért őt onnan elpaterolták. Ö, de fekszik ott egy ismeretlen katona, akinek a sírját mindig mutatják a királyi esküvőkön, ahova a mennyasszonyok lehelyezik a csokrukat. Rengeteg filozófus, író, híres ember, kevésbé híres ember, zarándok hely is. Szóval szerintem ez egy csodálatos gyűjtemény az angol történelemnek. nagyon sok esküvő és állami esemény volt ott, tehát itt fogják el, hogy megkoronázni, mint ahogy hódító Vilmos óta minden királyt. Kivéve kettőt, de őket nem koronázták meg. Tehát akkor tudjuk, hogy hol lesz a szertartás, és mi a jelentősége a, a helyszínnek. Na de akkor maradjunk a történelmi hagyományoknál, köszönöm, hogy egy picit közelebb hoztad, hogy a Westminster apátságot. De a történelmi ruhadarabokról is beszélgessünk, mert azt mondják, hogy számtalan palástot fog viselni. Tehát hát kezdjük akkor a ruházatnál, aztán megyünk majd, hogy a, 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 a maga. A, a korona felé is, uh -huh. de hát akkor erről mesélj elsőként a ruházatról. Ja. Illetve én azt gondolom, hogy a ruházat révén végig lehet vezetni a hallgatókat, nézőket magán a, a szertartáson uh -huh. is, hogyha egyetért tesz ezzel, mert ugye Károly a... Várj, akkor kezdjük a hintókkal, hiszen ő hintóval érkezik oda, és akkor tényleg Ilyen végig ezt... tudjuk így vezetni az a napi eseményen Jó. a hallgatókat. Köszönöm. Ugye a Buckingham palotából indulnak, magyar idő szerint, most bocsánat, ebbe bele kell egy pillanatra gondolnom, hogy hogy is lesz, magyar idő szerint, mert ugye ott 11 órakor lesz a, a, az elindulás, délben lesz a szertartás, akkor az magyar idő szerint délben indulnak majd el. Tehát akkor. Ez mindig el. Jó, akkor az a lényeg, hogy tehát akkor 11 órakor, akkor inkább helyi idő Igen, szerint helyi mondom, idő szerint mert úgy is. meg. Igen, helyi idő szerint 11 órakor elindulnak a Buckingham palotából, Kamillával együtt a, a gyémánt jubileumi hintóval, ami egy 19. századi hintó, viszont annyira felújították, hogy már szereltek bele légkondit, és sokkal kényelmesebb, mint az a hintó, amivel majd visszafelé uh -huh. mennek. Körülbelül egy óráig tart az út, ugye elmennek a Mollon keresztül a Trafalgar Square érintésével egészen a Westminster apátságig, tehát ott végigmennek a Whitehallon, és amikor megérkeznek a Westminster apátságban, arról, hogy Kamilla milyen ruhában lesz nem tudni, de én feltételezem, hogy inkább valami fehér, arany, valami ilyesmibe lehet majd. Károly viszont úgy tudni, hogy díszegyen ruhát fog magára ölteni, nem pedig a hagyományos bricseszt és tért harisnyát, hogy egy kicsit ezzel is a modernitást mutassa. És ugye korona nélkül fog nyilvánvalóan megérkezni, viszont egy úgynevezett Rob of State, tehát egy állami palást lesz rajta, uh -huh. ami egy ilyen kárminvörös és kanadai hermelinnel szegett palást, és ez hatodik Györgyön volt utoljára, 1937-ben készült az őszen, ugye ő szem, mert ő Károlynak a nagypapája, második Erzsébet apukája volt. És ez ugye ebben fognak megérkezni, ugye végig haladnak a kóruson, és maga a koronázási szertartás, ez ott a kozmati padlónak nevez egy csodálatos mozaik padló részen lesz, amire elvileg rá sem szabad lépni a Westminster apátságban, csak ezen alkalomkor. A trónszéket a főoltár felé fordítják, ez ott lesz a kozmati padló közepén, és még néhány széket így köré helyeznek, azokat is nevezhetjük trónnak ezzel ebben az esetben. És ö, ugye a szertartásnak az első eleme az az lesz, amikor úgymond bemutatják a népnek Károlyt, ez az elismerés, uh -huh. hogy ö, a Westminster apátság négy oldala felé kell majd fordulnia, tekintettel arra, hogy, ö, tehát itt ki is jelentik, hogy elismerjük Károlyt, mint jogos ö, királyunknak és akkor ezután fog ö, esküt tenni. felesküszik arra, hogy betartatja a népe törvényeit, vagy az Egyesült Királyság törvényeit, illetve hogy fenn fogja tartani az anglikán egyházat. Ezt egy külön bibliát készítettek neki erre az alkalomra, ezt kézrátétele fog felesküdni. És akkor utána következik a koronázásnak a legszentebb része, amelyet nem láthatnak sem a jelenlévők, sem a kamerák nem pásztázhatják. Egyrészt azért, mert akkor levetkőztetik Károlyt, tehát megfosztják mindenféle a világi ö, szimbólumától, leveszik róla a palástot, a ruhát, és egy teljesen egyszerű fehér vászon tunikát adnak rá, aminek a latin neve colobium sidonis, és ez ö, úgy tudom, hogy hatodik György is ezt a ruhát használta, és második Erzsébet is, tehát ez is a fenntarthatóságot ö, mutatja. Ezt ráadják, és egy gyönyörű szép paravánnal takarják el a nézők elől, aminek a, a, amin a Nemzetközösség 56 tagállamát jelképező fa látszódik, és ebben a ezekben a pillanatokban a kenterbőri érsek felfogja kenni Károlyt, azzal az olajjal, amit Jeruzsálemből hoztak, és a, az olajfák hegyéről származik maga az olívaolaj, és itt a Westminsteri dékán is segítkezik majd neki ebben. Ezek ezek azok a pillanatok, egyrészt azért, nem csak azért akarják -e, hogy fizikailag ne látszódjon a király, hanem azért, mert ezek a nagyon szent pillanatnak számítanak, ugye a király és Isten között, így gyakorlatilag az anglikán egyház feje is, ugye Károly egyben, és a koronázási kanálból veszi ki a saját ujjaival majd a kenterbőri érsek az olajat, és megkenni vele Károly homlokát, melkasát, illetve ö, tenyereit, így kereszt alakban, és közben szent szövegeket fog mormolni, vagy mondani. És ezután ö, ráadnak, és miután ezeket a dolgokat ráadtak, akkor már a közönség is láthatja, és elhúzzák mm. a paravánt. Ezt viszont muszáj megnéznem, bocsánat, mert annyi minden ruhadarabban, és nem szeretném eltéveszteni. Öm, Először ráadnak egy úgynevezett szupertunikát, tunikát, ami, ami, egy ilyen kabátszerű ruhadarab. Erre rátesznek egy övet, ami egy kard lóg. erre pedig rátesznek egy imperial mental robe-nak nevezett ruhát, ami inkább egy palásszerű valami, és ezek arany, aranyszínű, aranyfonállal szőtt ruhadarabok, és egy kicsit a papok ünnepi ruházatára emlékeztet, és valószínűleg ebből is származik, hiszen ő is, mint az anglikán egyház feje, egyház főként jelenik meg ezután a, a nézőknek. Ez az Imperial Mantle, ez, ez negyedik György idejéből származik, de 1821-ből való, úgyhogy ez a legrégebbi ruhadarab, amit rá fognak adni. Adnak rá kesztyűt, sarkantyúkat, stólát, nagyon sok apró ruhadarabot ráhelyeznek, mégis ezután vezetik Szent Eduárd székéhez, illetve a, felkenés ideje alatt Szent Eduard székén ül, de akkor ugye visszaültetik erre, húzzák a paravánt, és ekkor van a koronai ellátás. Először az országalmát adják a kezébe, majd az egyik jogart, az a világi hatalmát, két jogar van, vagy egy világi hatalmat elképező és egyházi hatalmati elképező, ráhúzzák a, az uralkodó gyűrűjét, ami gyakorlatilag az az eljegyzést jelenti ugye Angliával, vagy hát az Egyesült Királysággal, és végül Szent a fejére helyezik. Ez egy nagyon nehéz korona, egyébként azért nem a közép, 1661-ből származik, mert ugye a korona a forradalom idején beolvasztották, és a korábbi korona mintájára ezt akkor a 17. században újra alkották, ezért a legtöbb korona idézőjelben új, hiszen már több mm. mint 300 évesek, és akkor ezután ö, nyilván ö, harsonák szólnak, amikor a koronát a fejére helyzik. 62 ágyú eldördül majd a táverből, vagy ágyú lövés eldördül majd, ö, és két percen át harangozni fognak a Westminster apátságban. És aztán nem tudom, csak e szünetet? Van-e kérdésed, vagy mondjam? Nem, még nem mondd, mondd. Mond. Igazán egy kérdésem lenne, de, de ez uh -huh. uh, már ilyen tamáskodás, hogy ez olyan sokáig arról lehetett olvasni, hogy ő lesz az első uralkodó, akit nyilvánosan kennek fel. Mi egyeztettük ezt a kérdést, uh -huh. elárulhatjuk a hallgatóknak, és te annyira erősen ingattad a fejed, hogy úgy éreztem, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz kérdés, de valóban lehetett volna uh -huh. uh, erről olvasni. És hát um, valóban is lehetett volna fogadni, ha így dönt, hiszen úgy gondolja, uh -huh. hogy evel még közelebb hozza a néphez, mm -hmm. ugye a ceremóniát, de ahogy ő televezettet valójában tényleg ez, 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 ez egy annyira személyes és ünnepi, Igen. hogy, hogy Igen, az talán egy... még, még azábbá válik. Abszolút, szerintem ez egy nagyon intím pillanat, aminek nem biztos, hogy helye van a hallgatók, vagy a nézőknek, mm -hmm. és, és mint ahogy a, ha a templomba bizonyos legalábbis az én templomomban, ahol én járok, ott is van egy szentély, ahova mi nem léphetünk be. És a közelébe is csak már a cipőnket levéve. én ezt normálisnak érzem, hogy bizonyos, egy szertartás bizonyos részletei nem mindenki számára betekinthetőek és láthatóak. Ott tartottunk, ugye, hogy fejére helyezik a koronát, meséltél, hogy milyen koronáról van szó. Ezután következik Kamilla királynének a koronázása, vagy tovább folytatódik Igen. még a ceremónia, amely a, király, amely a királyhoz köthető? Hát egyébként annyiból tovább folytatódik, hogy... Ö, ö, egy, át kell ülni a Szent Eduárd székéről uh -huh. az egyik úgymond trónszékre, ami, ami ott található, és itt hűséget esküsznek. Tehát úgy volt régen, hogy hűséget esküdött neki a kenterbőri érsek, és utána az egész a nemesség prominens képviselői. Ezúttal azonban csak a kenterbőri érsek és Vilmos Herceg, mint trónörökös fogja megtenni ezt a hűségesküt. Valamint nagyon érdekes módon, a Justin Welby a Kenterbőri érsek néhány napja közzétett egy felhívást, és ez, ezzel próbált így, így inkluzíva betenni a szertartást, hogy a nép is fogadjon hűséget, és, és két mondatot le is írtak, hogyha valaki ezt a hűséges meg akar, el akarja végezni otthon a tévéképernyője előtt, akkor ezt mondja, hogy Károlyhoz, az utódaihoz és az örököseihez, hűs, örököseinek hűséget fogad és ebből egy óriási felháborodás is keletkezett. Egyébként és ezután következik ö, Kamilla ö, felkenése ö, illetve koronázása. Ugyanakkor őt nem ö, ő nem fog tenni és neki nem fogadnak hűséget sem. Ö, tehát az egy sokkal egyszerűbb és rövidebb szertartás lesz, mint mint Károlyé. És ezek után újabb ruhacsere következik, mert hogy leveszik Károlyról ezeket az aranyos ruhadarabokat, és egy úgynevezett robof esztétet tesznek rá, ami csak egy, egy betűben különbözik a robof stéttől ő, hat, ez szintén hatodik György ö, használta még az ő saját koronázásán 1937-ben, viszont Kamilla, ugye ő, Kamilla, a, amiben megérkezik az második Erzsébeté volt, ez a vörös palást, és, és ő rajta is kicserélik ezt, amiben megérkezett, arra, amiben majd távoznak az apátságból, és ezek már bíbor színűek, tehát nem piros vagy vörösek, hanem bíbor színűek, amelyek a római uralkodók ö, bíbor színű palástjaira utalnak, és szintén Hermeli innen szegettek, és Kamilának újat készítettek, rendkívül hosszúak egyébként, és virágokat hímeztek rá, illetve méhecskéket, és akkor ebben a két bíbor színű palásban fogják elhagyni. Károlynak egyébként kicserélik a koronát a fején, mert a, az Imperial State crown a birodalmi állami koronára, tehát Szent Eduárdét leveszik róla, és akkor ezt a könnyebb, koronát teszik a fejére, ö, amit egyébként második Erzsébeten is láthattunk az ő koronázásán, amikor kiállt a Buckingham Palota erkére. Megragadta a figyelmemet, hogy kihangsúlyoztad, vagy megjegyezted, hogy Kamila nem tesz esküt Károlynak, amikor tudjuk, hogy második Erzsébetnek ugye a férje e, e, a koronázás alkalmával esküdtet. Ez hagyomány, vagy ez már egy olyan, ami, a, ami az újdonsághoz tartozik, tehát a hatékonysághoz, a fenntarthatóságot jellemző ceremóniához? Vagy pedig ez mindig évszázadokon keresztül is így volt, hogy, hogy a feleség Aki. nem esküszik, viszont a férj igen. Ez, ez mindig így volt. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy a akkor nincsenek külön jelentőségek. viszont Nem. viszont egy nagyon érdekes dologra hagyd kérdezzek rá. Um. Az is újdonság volt, ugye, hogy e, ruhában érkezik majd Károly. Mm. És hogyha már a viseletről, a ruházatról beszélgetünk, valóban igaz-e az, hogy megtiltotta a király a nemesi e, palástok és koronácskák viselését, majd erre a koronácskákra hagyd kérdezzek rá, hogy mit is mm. takar ez a kifejezést az arisztokraták számára, és... Hát elég furán hangzik, de üzleti öltönyben kell, hogy megjelenjenek, és majd a válaszodba kérlek egy picit csempész bele a dresscode kérdését is ennek kapcsán. Jó, jó. Szóval ö, felszólították a nemességet, hogy ha lehetséges, akkor hagyják otthon a palástjaikat mm. és a koronácskáikat, ami azért... De, mert eredetileg ez úgy nézett ki, még második Erzsébet koronázásán is, de hát ugye korábbi festmények maradtak erről az eseményről, meg hogy ugye tudni lehet, hogy hogy zajlott ez a korábbi évszázadokban, hogy az egész nemesség felvonult, a nemesség legmagasabb rangú képviselői, és mindenkin a saját rangjának megfelelő palást, és korona volt, pontosabban a koronát akkor helyezték a saját fejükre, amikor Károly fejére, vagy hát amikor ki, az uralkodó fejére felkerült a korona, és akkor mindenki egyöntetően God Save the vagy Kinget kiáltott, fölcsendültek a fanfárok. És ez, ez egy nagyon-nagyon látványos része volt a ceremóniának, és sajnálatos szerintem, hogy, hogy, hogy Károly tehát, hogy ebből is látszik, hogy eleve nem csak nemeseket hívtak, illetve állam és kormányfőket, illetve az, hogy nem is tudom, honnan közelítsem meg. Tehát az a lényeg, hogy, hogy ez is azt mutatja, hogy Károly próbálja azt hangsúlyozni, hogy ő már nem az arisztokráciára helyezi a hatalmát. Második Erzsébet koronázási szertartás az még teljesen egyértelműen ezt tükrözte a régi hagyományokat. Az összes arisztokratát meghívták, fölvehették a, a kárményvörös fejükre tehették a koronát. Károly azonban csak 2000 vendéget hívott meg, és abból a 2000 vendégből is 850 olyan embert, akik teljesen egyszerű polgárok és különböző jótékonysági szervezeteknél dolgoznak illetve a, a, még a Hercegek közül sem mindenkit hívott meg érdekes módon, valamint a saját testvére András Herceg volt feleségét sem hívta meg, és igen, a dresscode az, az jelenleg ünnepi, tehát uh -huh. ezt, ezt jelölték meg. Akkor és... Novák Katalin köztársasági elnök mivel fog vajon megjelenni? tehát hogy hmm, a... Hát ezt így képviselői. Nehéz meg. A ez kalap ez egyszerűen... egyértelmű, gondolom? Vagy persze, a se? persze, természetesen. Uh -huh. Illetve hát a a, a, király, vagy hát a királynék, azok valószínűleg uh, tiarát fognak uh -huh. viselni. Uh, ugye a királyi család hölgytagjai, férjezet hölgytagjai, mert elvileg csak férjezet hölgyek viselhetnek tiarát, bár egy ilyen alkalommal lehet, hogy még a he férjezetlen uh -huh. hercegnők is fölvehetik. Egyébként ugye arról van hír, hogy uh, Katalin hercegnő, hercegné valószínűleg egy virágkoszorút fog a fejére helyezni. És ennek egyrészt az az oka, hogy, hogy állítólag nem akarja, hogy Kamillát túl. Tehát, hogy, túl hogy elnyomja, túlra igen, ezt a szót kerestem, illetve illetve, hogy a, a Károlynak ezt a fenntarthatósági uh -huh. témájához kapcsolódjon. Beszélgetésünk végéhez értünk, egy-két percünk van, de hogy megérezzük azt, hogy a fenntarthatóság és az egyszerűség mennyire jelen van a koronázáson, és csak egy dologgal tudjuk érzékeltetni a hallgatóknak, ha gyorsan elmondjuk a különbséget, az 1953-as esemény, illetve a most hétvégi esemény között. Igen, hát ugye egyrészt rövidebb a ceremónia, kevesebb embert hívtak. Három órás volt, ha jól tudom, Erzsébeté, és károly pedig egy órás. Egy Tehát órás már itt, bőle, itt is érződik. Igen. igen, illetve a koronázási meghívókat újra hasznosított papírra nyomtatták. Ezen kívül um, nem csináltottak új koronát Kamillának, hanem Tekmária királyné koronáját fogják használni, valamint uh, azokat a ruházatokat, amelyeket általában újra szoktak készíteni, amiket az imént mondtam, ez a szuper tunika, a különböző palástok, azok közül is csak egyet fognak újonnan készíteni kamilláért, mert az nem volt olyan állapotban, hogy, hogy, hogy azt használni lehessen. Tehát azért igyekeztek minden régi ruhadarabot elővenni. Mm -hmm. Nagyon köszönöm. Nagyon érdekes Nagyon volt. Köszönöm. Színes is volt, informatív is volt, a szokat a részedről. Köszönöm szépen, Nóra. Az elmúlt percekben Senuda Nórával, újságíróval, tévészerkesztővel, a Royal Story és Királyi Krónikák blog szerzőjével beszélgettünk. Hát gondolom a blogodon azért sok-sok képet láthatunk az elkövetkezendő napokban, és még sok-sok információt is hallhatunk, hiszen említetted, hogy azért még szerinted nagyon-nagyon sok mindent nem tudunk. Igen, sok meglepetés lesz, úgy gondolom. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.